azt gondolom, hogy ma megérdemelten nyert a Békés Csaba, sajnos jobbak voltak. Azokat a, azt a teljesítményt, amit az elmúlt mérkőzéseken jellemző volt, talán abszolút nem tudtuk hozni, és főleg támadó játékban maradtunk el, azt gondolom, attól a szinttől, amit mi szerettünk volna. Hiányoztak azok az extra teljesítmények, amire nekünk szükségünk van, és talán a végére el is fogytunk. Nagyon-nagyon sajnálom, mert tényleg ezzel a mérkőzéssel azt gondolom, hogy mindenki elvárható, hogy elvárta tőlünk ezt a győzelmet hazai pályán, úgyhogy nagyon-nagyon csalódottak vagyunk. Volt a meccsnek fordulópontja, hogy érzed ilyen szünetben? Ugye szünetig nagyon egál közeli volt az eredmény. Második fél időben volt egy idő, amikor visszajöttünk a mérkőzésből, azt éreztem, hogy meg lehetett volna fordítani, de ott egyből két olyan hibát védettünk támadásban, amiből egyből könnyű gólt kaptunk, újra négy volt az állás, és igazából ezt a Békés Csaba meg lemenedzselte már utána. Két nagyon jó mérkőzés után most vereséget szenvedtünk, kezdetlen egy új cél is jött a csapat elé, három jó mérkőzés egymás után. Így van, ezt tudtuk, hogy ez lesz az extra, ez lesz a forduló, a három, mert talán ilyen még nem volt. Most jön a válogatott szünet, egy kicsit össze tudjuk magunkat szedni, és utána folytatjuk azt az utat, amit elkezdtünk, hiszen azért már nekünk most annyi pontunk van szinte, mint tavaly, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ez a csapat szerintem nagyon jól teljesít idén, de hát a hullámzása sajnos benne van a játékunkban, nem vagyunk sokan. Ez sajnos benne van.